Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket kulturális magazinunkban, a Társalgóban. Egy picit visszatekintünk az év első napjára, amikor is az új évi gálán a Makói Magánzeneiskola fúvós zenekara lépett fel. Ide várom vezetőjüket, hiszen van néhány olyan híre, ami egy picit már a jövőbe tekint. Ezen kívül pedig megpróbáljuk már elűzni a telet, mégpedig farsangi ijesztő maszkokkal ezeket fogjuk készíteni majd itt a Társalgóban. És készülünk a Páger gyűrű díjkiosztóra, hiszen február 7-én lesz, tudjuk már, hogy ki lesz a díjazott. Ha figyelnek bennünket, akkor önöknek is majd elmondjuk. Egy picit változtatnak majd az idei ünnepségen, úgyhogy erről is fogok beszélgetni vendégemmel. És persze játszhatnak is velünk, ahogyan múlt héten is tehették. Múlt héten azt kérdeztük, hogy kinek a nevéhez kapcsolódik a kultúra napja. Vannak nyerteseink, láthatják is a neveiket a képernyő alján, és ma sem marad el a játék, hiszen ma is van egy játékkérdésünk, a Páger gyűrű díjkiosztóhoz kapcsolódik. Az elmúlt 15 év alkalmával minden évben kapott egy-egy színész egy ilyen aranygyűrű másolatot. Egyetlen egy nevet kell, hogy megírjanak nekünk a 06-34-47-14-64-es SMS írószámra, és persze Facebook oldalunkra, hiszen már ott is játszhatnak. És hogy mit nyerhetnek tőlünk. Van a Szegedi Szabadtéri Játékokra jegyünk, ezen kívül a Szegedi Nemzeti Színházba is kisorsolunk majd kétszer két belépőt, és a Makói jégpályára is elmehet valaki másodmagával. Azt gondolom, érdemes lesz velünk játszani. És akkor most egy pici ízelítő, hiszen modern és klasszikus dallamokat is hallhattunk január 1-én a Fúvói Zenekartól. Most erre nézünk vissza.
Ahogyan ígértem önöknek, a társalgó első vendége Csikota József, a Makói Magánfúvós és Művészeti Iskola igazgatója. Üdvözlöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezét csókolom, én is köszönöm, hogy meghívta. Sokan részesei lehetünk annak a koncertnek, amelyből az imént láttunk egy részletet. Ugye ez már hosszú évtizedekre visszatekintő hagyomány, hogy minden év január 1-én a Fúvós zenekar fellép valamely színpadon. A helyszínek változtak, a repertoár is. Engem az érdekelne, hogy hogyan választják azt meg, hogy mivel örvendeztetik meg a közönséget, alkalomhoz illően, vagy az abban az évben, előző évben tanultakból, vagy hogyan áll össze egy ilyen koncert? Nagyon jó a kérdés. Mindig nagyon megfontoljuk azt, hogy milyen repertoárt és milyen műsort játszunk egy koncerten. Általában meghatározza az, hogy ez a koncert milyen apropóból jön létre. Jelen esetben az újévi koncertről van szó. Ilyenkor vidámak az emberek, de mivel ez egy tradicionális koncert, nyilván komoly darabokat is játszunk. Én úgy gondolom, hogy Makóváros közönsége és a térség közönsége nagyon művelt zeneileg, hiszen két zeneiskola is működik itt régóta a térségben, és nagyon sokan jártak zeneiskolába, illetve koncertekre, így a makói közönség ízlése az nagyon kifinomult. Általában mi úgy szoktunk darabokat választani, hogy szeptemberben elkezdjük a tanévet, és onnantól kezdve már próbálunk darabokat, van, amit nem játszunk, és úgy gondoljuk, hogy az nem odavaló, van, amit megtartunk. Gyakorlatilag december elejére szokott kialakulni az a végleges műsor, amit utána sűrített próbákkal decemberben gyakorlunk be. Mindig nagyon nagy erőkkel dolgozunk erre a koncertre. Azt tapasztalta-e, hiszen beszéltem én is már néhány művész emberrel, hogy azért a közízlést, a nézők ízlését lehet formálni. Ugye vannak a klasszikus dalok, illetve vannak ugye a modernebbek. Azért ezt észrevettem most én is ezen az újévi koncerten, hogy önök is körülbelül így állították össze ezt a műsort. Ugye a végén csendültek fel az ismerős dallamok, köztük egy nagyon modern, ugye a Star Wars-nak a zenéje. Előtte azonban voltak olyanok, amelyeket nem mindenki, aki mondjuk nem kedveli annyira a klasszikus zenét ismerhetett, de ezáltal talán azt is jobban elfogadta. Én úgy gondolom, hogy ha jó koncertet akarunk, akkor amennyire lehet, minél több ember neki kell elégíteni a zenei igényét. Ezért ezt valamikor a karmesteri képzésben úgy tanultuk, hogy az a jó repertoár, ahol játszunk klasszikus zenét, jelen esetben játszunk eredeti fúvózenekarra írt kortárs műveket, játszunk népzenei alapokon nyugvó műveket, mint Kodály Bartók, a népzenéhez nyúltak vissza, illetve nem maradhat el a koncertről az extra zene sem, a szórakoztató zene. Általában minden évben, amikor összeállítjuk az újévi koncertnek a repertoárját, akkor nekünk ezek a szempontok vannak, természetesen mindig más darabokkal, mindig újabb és nehezebb és igényesebb darabokat próbálunk hozni, hogy mindig tudjunk a közönségnek adni. Ebből kifolyólag a koncert elején Strauss indulót, fesztivál indulóját játszottunk, utána a Straussnak a Denevér nyitányát, ezt nagyon sokan ismerik, és gyönyörű zenéről van szó, és utána mindjárt egy mai kortárs zeneszerző, amerikai zeneszerző Alfred Reednek az El Camino fantázia darabját játszottuk. Ez a mai korban direkt fúvózenekarra írott mű, és utána mindjárt oltottuk egy sláger összeállítással. A második fél időben, mivel most kijött az újabb része a Csillagok háborújának, ezért annak a filmnek a zenéjét játszottuk, és mindenképpen arra gondoltunk, hogy vannak olyanok, akik szeretik az operettet, szeretik a Foxokat, az ilyen irányú zenét, és egy összeállítást ebből is játszottunk. Igen. Látják-e már a 2016-os esztendőt? Hogy néz ki a rendezvénynaptáruk? Láttam, hogy Prágába fognak menni, ugye ott lesz a fúvósok találkozója, de azt is olvastam, hogy minden évben azért külföldön is jelen vannak, megmérettetik magukat különböző alkalmak kapcsán. Ez így van, mi nagyon sokat utazunk, és nagyon sok jeles koncertünk lesz ebben az évben is. Szegeden a Szegedi Tudományegyetemmel szorosan együttműködünk, ott lesz két koncertünk is, az egyik egyházzenei koncert a Rókusi templomban tavasszal, a másik a
Tudományos és Információs Központ épületében, a kongresszusi termében lesz egy vendégkarmesterünk külföldről, lesz egy komoly zenei koncertünk, illetve, amit tetszett említeni, Prágában lesz a Fúvó Zenekarok világ találkozója, ahova a világból a legjobb zenekarok kapnak meghívást erre a föllépésre is. Hát a mi zenekarunk meghívást kapott, és július 8-án ott fogunk koncertezni. Illetve Erdéllyel nagyon jó kapcsolatunk, Korondra van meghívásunk a csíksomlyói búcsút meglátogatva, illetve Korondon lesz egy búcsú, egy vásár, és ott adunk térzenét. Úgyhogy elég sok koncertünk lesz. A legközelebbi az március 4-ére tervezzük, amikor itt a Hagymaházban adunk egy komoly zenei koncertet a Fúvó zenekarunkkal, illetve erre vendégzenekarként meghívjuk a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karának a szimfonikus zenekarát is. A kelet-európai fúvói zenekarok elnökeként járt még az elmúlt évben Chicagóban. Ugye nagyon sok makói sajtó is írt erről, illetve hallhattunk róla. Ott egy elég előre haladott tárgyaláson van túl, ami azt illeti 2018-ban talán, ha minden igaz, és akkor erről kérdezném, hogy mekkora esély van arra, hogy egy világtalálkozót, egy fúvói zenekari világtalálkozót össze lehet-e itt hozni Makón? Mi kell ehhez, hogy ez megvalósulhasson? Nagyon nagy dolog az, ahol megrendezik a világfúvói zenekari találkozót több szempontból is. Rengeteg külföldi érkezik akkor abban a városban, rengeteg kulturális zenei, fúvói zenei rendezvény van. Minden hotel, minden étterem tele van olyankor külföldiekkel. És a legutóbbit Debrecenben szerveztük meg, utána San Joséban volt a következő, én a Világfúvó Zenei Szövetség elnökségi tagja vagyok, és két évente rendezünk meg ilyen konferenciákat, találkozókat a világ bármely részén, ha lehetséges ez. Erre általában az országok, illetve a városok pályázatot nyújtanak be, és mi egy 15 tagú bizottsággal döntjük el, hogy éppen a következő évben hol rendezzük meg, illetve a következő negyedik évben, mert 4 évvel előtte kell pályázni erre. És polgármester asszony tudta, hogy Debrecenben már szerveztünk egy ilyet, és ő mondta, hogy hát nagyon szívesen látna itt Makón egy ilyen világrendezvényt. Legutóbbi gyűlésünkön decemberben Chicagóban voltam, és ott az elnökségi tagtársaimnak, illetve a Világfúvó Zenei Szövetség elnökének, Bill Williamsnek említettem ezt, hogy gyakorlatilag lenne egy ilyen lehetőség, és mi nagyon szeretnénk Makón egy ilyet rendezni. Ezek a tárgyalások olyan szintre jutottak, hogy szinte még nem szavaztuk meg, mert a polgármester asszonnyal beszélgettünk erről, de a következő gyűlésünkön szinte 100%-os. Ez mikor lesz, tehát mikorra derülhet ki? Ez a következő, éppen Prágában lesz a következő gyűlésünk, úgyhogy akkor valószínű, hogy ezt meg is tudjuk szavazni. Úgyhogy a tárgyalások előre haladtak, és ez nagyon nagy dolog, hogy újból Magyarországon is, hogy Makón rendezünk meg egy ilyen világtalálkozót. Ez nagyon jó lenne. Akkor visszavárjuk, amikor megszületett a döntés. Nagyon nagy örömmel, köszönöm. Köszönjük szépen, és nagyon szép évet kívánok akkor a Fúvói Zenekar minden tagjának. Köszönöm szépen. Önöket pedig arra biztatom, hogy játszanak velünk, hiszen ma is van rá lehetőség. A Páger gyűrű díjkiosztó kapcsán kérdezzük Önöktől, hogy kik voltak az eddigi díjazottak, egyet legalább írjanak meg nekünk a 0630 447 1464-es SMS írószámra, és Facebook oldalunkra is megtehetik ezt, oda is várjuk a válaszokat, jövő héten pedig majd sorsolunk, tudják, a Szegedi Nemzeti Színházba, a Szegedi Szabadtéri Játékokra jegyeket, és a Makói Jégpályára is nyerhetnek tőlünk, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk játszani. A Himalájában szerzett élményeiről mesélt a közönségnek a makói Rozsnyai Sándor a nem mindennapos túrán 5000 méteres magasságig jutott, amely lelkileg és testileg is egyaránt megterheli a hegymászót. Őt is ezekről az élményekről mesélt, ahol mi is ott voltunk. 2 évvel járt a Himalája hegységben a makói Rozsnyai Sándor. Az akkor szerzett élményeiről egy 3 részes előadás sorozatot tart a József Attila Városi Könyvtárban. Előző előadásán Nepál fővárosáról, Katmanduról mesélt, mostani képzeletbeli utazásán pedig a világ legveszélyesebb repülőteréről elhíresült Luklából Tengbocséig a közismert buddhista központi kalózolt el utasait. Beszámolt az út viszontagságairól és nem mindennapi élményeket osztott meg az általa csak 3. pólusnak nevezett
földről. Elárulta, azért adta ezt az elnevezést bolygónknak, mert a világ legmagasabb hegysége az űrbe mutat. Túrája során ő egyébként a serpák világáig 5600 méterig jutott fel a Himalájában, amely magasságban már minden lépés, minden mozdulat megterhelő a szervezet számára. Minél magasabban vagyunk, annál nehezebb minden egyéb élettani helyzet, úgy az étkezés, rengeteg folyadékot kell bevinni a szervezetbe, és hát persze a magashegyi betegséget azzal lehet ilyenkor kikerülni, hogy mindenféleképpen akklimatizálódni kell. Éppen a fizikai megterhelésből adódik, hogy a hegymászáshoz nagy koncentráció szükséges, de fontos a lélek jelenlét is, hiszen a hegy viszontagságos környezete teljesen más dimenziókba juttatja az egyént. A makujak körében autószerelőként ismert Rozsnyai Sándor a hegy és a magasság szerelmese. Én úgy gondolom, mindenkinek meg kell találni a saját örömét az életben, és ebben szerintem eléggé ki lehet teljesedni, illetve nagyon gyorsan el lehet felejteni a napi problémákat és stresszt, mert ez teljes odafigyelés és teljes koncentrációt igényel. A hegymászó álma, hogy 7000 méteres magasságig jusson fel a Himalája vagy Dél-Amerika magas vonulataiban. Idén szeretne újból útnak indulni, de előtte még vár rá a harmadik előadása a könyvtár olvasótermében. Újabb vendégei érkeztek a társalgónak, Kómár Mátyás, a Máltai Szeretetszolgálat önkéntese személyében, és Sánta Evelin, aki itt már ügyködik, dolgozik, hiszen megszokhattuk már a Máltai Szeretetszolgálattól, hogy nagyon sok programot kínál, és fő témánk ma este ez is lesz, hiszen Evelin már egy farsangi állarc elkészítésén szorgoskodik. De mielőtt még rátérnénk arra, hogy hogyan, mint és mihez kapcsolódik ez az ő mostani tevékenysége, azelőtt egy picit a szolgálatnak a tevékenységeiről beszéljünk, hogy mi a céljuk, kiket tudnak segíteni, ugye egy segítő szolgálatról van szó. Igen, tehát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat ugye 89-ben alakult, Kozma Imre atya nevéhez köthető, aki az akkori német menekült áradat Rómában helytállt, és akkor alakult ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint a lovagrendnek a segélyszervezete, és ez az évek során elterjedt az egész országba, sok-sok csoporttal, önkéntes csoporttal, akik maguk szabadidejében, maguk pénzéből ingyen bérmentve segítettek a rászorulókon. Makón 92-ben jelent meg a Máltai Szeretetszolgálat, a szeretetszolgálat másik nagy alakjával, a Csilla von Bőzeláger bárónővel, akit még annak idején katonatja hívott ide, és hát 92-93 óta jelen vagyunk Makón, és képviseljük a Máltainak a jelmondatát, a hitvédelm és a szegények segítése. Ez mindenféle karitatív tevékenységben kifejeződik, de amellett, hogy odaadjuk nekik a szükséges ruhát, élelmiszert, bármit. Emellett úgy gondoljuk, hogy a test mellett a lelket is, a szellemet is táplálni kell, ezért csinálunk különféle programokat. Gondolom, hogy ebből rengeteg volt így az adventi időszakban és karácsonykor, hiszen mi is ugye ezekről beszámoltunk. Ez az az időszak, amikor a legfokozottabban tudnak segíteni, illetve gondolom azok is ilyenkor vannak a legtöbben, akik ilyenkor jelzik azt, hogy ők rászorulók. Az az igazság, hogy egész évben folyamatosan jelzik a rászorulók, hogy van rá segítség. Karácsonykor ugye, a karácsony előtti időszakban ugye az a helyzet, hogy akkor egyre jobban felfokozódik ez a... Többen szeretnének segíteni, igen, ugye? Igen, és hát mindenki segít ebben az időszakban. Nekünk is volt egy adni öröm akciónk, amely egyik több évtizedre visszanyúló akciós is, amit tartós élelmiszert gyűjtünk. Hát szerencsére elég jól sikerült az elmúlt évben is, ennek köszönhetően tudunk élelmiszert osztani, de egész évben folyamatos a segítségkérés, és hát a lehetőségeink szerint a segítséget meg is adjuk, mind a makói, mind a makó környéki település lakosainak. Azonban, ahogy említette, ugye a szellemet is táplálják, egy ilyen programra készülnek január 30-án, mégpedig a múzeumban, ahol bárki részt vehet farsangi állarc készítése. Igen. Honnan jött az ötlet? Hát
Budapesten indultak el a máltai játszóterek, amelyekből most már sok van az országban, Szegeden, Orosházán és a délföldi régióban. Ott egy hangyaboly program indult el, ami gyerekétkeztetés és kulturális programmal együtt volt. Nálunk ez folyt egy időben a gyermekétkeztetés, de megmaradt aztán a kézműves foglalkozás, és így most hát a jeles ünnep alkalmával egy farsangi kézműves foglalkozást készítünk. Mivel több mint 10 éve járunk mohásra, busójárásra, az elmúlt évben úgy gondoltuk, hogy nem megyünk el, mert úgyis a busók jönnek Makóra, így a múzeumban tartottunk egy foglalkozást, amelyeket most folytatjuk 30-án, szombaton délelőtt. Délelőtt. Mondd el, Evelyn, hogy mit készítesz. Úgy látom, hogy üvegfesték van a kezedben. Igen. Van itt már egy előző kész, ugye? Alkotás, igen. És egy hasonló technikával egy újabbat alkotsz most. Mesélj erről. Először, ugye? Egy műanyag, ilyen füzetborítóra is akár, ugye? Igen. Vagy bármilyen ilyen irattartóra. Ablakra. Megrajzolod a kontúrt, ugye? Igen, megrajzolom a kontúrt, aztán kiszínezem. Uh-huh. És a formákat honnan szeded a mintát magát? Hát internetről is, meg már az iskolából is vannak, és onnan ebbe belerakom, és utána a kontúrt megcsinálom, és kiszínezem. Mennyit kell ezzel várni? Hiszen látom, hogy jelen pillanatban még folyékony a festéknek az állapota, de gondolom, hogy ezt meg kell várni, hogy megszáradjon, és utána mi a teendő vele? Ilyen 1-2 órát szárad, utána felrakható ablakra, üvegre, ilyesmire. Azonban hoztatok mást is, vannak itt sima klasszikus grafittal kiszínezett papír maszkok, ugye? Igen. Ez például egy pillangó állarc. Melyik ezek közül a kedvenced? Nekem ez tetszik. Ó, ez az ördög? Igen. Megmutatjuk azt is, jó. És ezen az estén egyébként, illetve nem estén, ugye, mert napközben 10 órakor lesz, bár említette, hogy délután is lesz folytatás, kik vehetnek részt, és a kellékeket kik biztosítják a számukra? Közös program a múzeummal. Együttműködés van évek óta, jó kapcsolat a József Attila Múzeum és könyvtárral, úgyhogy közösen dobjuk össze a hozzávalókat, és mindenkit sok szeretettel várunk, a családokat főképpen, mind itt a Makói Múzeumban, mind pedig kint a Tanyavilágban, Rákosbogázóban. Érdemes eljönni, mert a legszebb műveket, amik akár lehetnek egy velencei stílusú télűző maszk, vagy egy hagyományos mohácsi magyar hát, maszk, a legjobbakat díjazzuk, meglepetésdíjak lesznek. No, hát akkor köszönjük szépen ezt a kettőt csinálod, hogy kedvet adtak nekünk ehhez, és akkor január 30-án. Január 30-án 10 órakor a múzeumban készülnek egy kis kézműves foglalkozásra, egy kis fánkevésre. Köszönjük. Önöket pedig arra bíztatom, hogy játszanak velünk, hiszen ma este is van egy játékunk, a 0630-447-1464-es SMS írószámra várjuk a válaszokat, és tudják, most már Facebook oldalunkon is játszhatnak, úgyhogy akik már ezt a modernebb fajtáját választják a játéknak, azok odaírják meg a helyes választ, mégpedig arra a kérdésre, hogy egyetlen egy nevet várunk például a Páger díjazottak közül, akik eddig már voltak az elmúlt 15 esztendő alkalmával. Lehet tőlünk nyerni a Szegedi Szabadtéri Játékokra belépőt a Szegedi Nemzeti Színházba, de valaki másodmagával a Makói jégpályára is elmehet. És akkor, hogyha már ennyit emlegettem a mai adás kapcsán a Páger díjkiosztót, bizonyára tudják, hiszen az is már szóba került, hogy 15. jubileumi alkalom lesz most az idei. Február 7-én Csulya Imre kapja majd meg ezt a díjat, azonban mi most néhány perc erejéig visszatekintünk az előző évekre. 1899. január 29-én Makón született Páger Antal, Kossuth-díjas kiváló színművész.
Fiatal korában hazai színházakban játszott, tagja volt a Székesfehérvári, a Kecskeméti, a Pécsi és a Szegedi Teátrumok Társulatának. Akkor számított sztárnak, amikor a Végszínházban tevékenykedett. Pontos, korrekt munkáját, ugyanakkor hallatlan, mély belső átéléssel megformált szerepeit mindenki megszerette, s a közönség kedvencévé vált, majd a filmszakma is felfigyelt tehetségére. Élete során több mint 200 filmet, tévéjátékot forgatott. Ő alakította Gál Alfrédot a Mici néni két életében, de játszott a Bíró és a Hóhérban, valamint a Különös házasság című sorozatban. Munkásságát három nagy díjjal jutalmazták. 1963-ban kiváló művész lett, 1964-ben a Cannes-i Filmfesztivál legjobb férfi alakítás díját vitte haza, majd 1965-ben Kossuth díjat kapott. Tiszteletére szülővárosa 2001-ben alapított díjat, amit a Makói Képviselőtestület hívott életre, hogy méltó emléket állítson a város nagyszülöttének, Páger Antalnak. A kitüntetést évente egyszer egy színésznek ítélik oda. A szakmai kuratórium tagjai Hegedűsdé Géza, Tordi Géza, Szalma Tamás, Réz András filmesztéta és Gyarmati Antal. Odaítélésének fő szempontjai az eszköztelen színjátszás és a págeri hitvallás gyakorlása. A Páger díj Páger Antal aranypecsét gyűrűjének pontos mása. A gyűrűt maga Páger Antal is díjként kapta 80 éves korában a Vígszínháztól. A korábbi évek díjazottai voltak Halász Judit, Garas Dezső, Király Levente, Vencel Vera, Csákányi Eszter, Kern András, Törőcsik Mari, Kulka János, Bánsági Ildikó, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet, Cserhalmi György és Gáspár Sándor, még tavaly Udvaros Dorottya vette át Téni bácsi híres gyűrűjének pontos mását. Idén a képviselőtestület döntésének értelmében Csúlya Imrével bővül a Páger Társulat. A színművész február 7-én veszi át az elismerést. Egy kis visszatekintés után meg is érkezett ma esti társalgónk utolsó vendége, Varga Márta, az imént látott Páger díj egyik ötletgazdája. 2001, azt gondolom, hogy ugye nagyon régen volt, jubileumot ülünk majd, most az idén február 7-én vasárnap, azonban még a 2001-es dátumtól is vissza tudunk tekinteni, hiszen azért valahogy ezt létre kellett hozni, ki kellett találni. Vissza tudsz erre, Márti, emlékezni, hogy hogyan is kezdődött ez a dolog? Nagyon élénken élnek bennem az emlékek. Arra tudok azonnal visszaemlékezni, hogy igazából ez a kezdeményezés 1999-ben indult. Ekkor volt Téni bácsinak a születésének a 100. évfordulója. Január 29-ére készültünk, és kialakult egy olyan kis csapat azokból az emberekből, akik, ha lehet azt mondani, Makó kulturális életéért vagy értékei iránt elkötelezettek, azért tenni akaró személyekből álltak, akik úgy gondolták, hogy hát ezt az évfordulót mindenképpen meg kell ünnepelni. És túl azon, hogy nyilván tudtuk, hogy Páger Antal mekkora alakja volt a magyar színjátszásnak, elkezdődött egyfajta kutató munka a részünkről, hogy mi minden történt már eddig a págeri örökség, a Páger Antal emlékének megőrzése okán itt a városban, és arra jöttünk rá, hogy nagyon szép előzmények vannak. Halász Bálint személyében egy Páger kutató javult már a városnak, aki azt tudom mondani, hogy szinte mindent tud Páger Antalról és az ő életművéről, ami tudni lehet és tudni érdemes. Az ő munkálkodásának eredményeként adta ki a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 1992-ben Páger Antal életéről szóló füzetét. Ez volt a, hogy is mondjam, a mi kis bibliánk, amiből elindultunk. Tudtuk, hogy Tóth Ferenc korábbi múzeumigazgató jó voltából a szülői ház, helyén álló ház falán már egy emléktábla hirdeti az ő inneni indulását, származását. Azt is, hogy a tehetséget, azt ő maga Makóról szerzett indítatásnak gondolta. Tehát láttuk és éreztük, hogy voltak előzmények, van mire támaszkodnunk, és kell egy jó kis emléknap, ami újból emlékezetessé teszi Páger Antal nevét. Mert hogy a színészek munkája nagyon illékony. Van egy remek előadás, van egy jó film, még a film azt csak hagyján, hiszen az megmarad az utókornak, de a színházban nyújtott teljesítményre egy idő után már csak néhányan emlékeznek, a legendás alakítások csak a színikritikusok emlékében maradnak meg, és így szép lassan a színész munkája
feledésbe merül, ha nem gondozzák. Milyen célt fogalmaztatok meg? Mit gondoltatok akkor, ugye 15 évvel ezelőtt, hogy kiknek lenne jó hátadni ezt a díjat? Először esetleg eszetekbe jutott, hogy makói érintettséggel rendelkező emberek, vagy kizárólag ezen a színész útvonalon indultatok el, akinek esetleg kapcsolata lehetett valaha életében Páger Antallal? Gondolom, hogy azért voltak ilyen ötletelések, illetve a családdal is fel kellett venni a kapcsolatot, mielőtt bármilyen komoly lépésre elszántátok volna magatokat. Így volt? Így van. Hát tulajdonképpen ez a 100 éves évforduló volt az, amikor először találkoztunk Páger Judittal és az unokákkal, és amikor megfogalmazódott a színészdíj ötlete, nagy öröm volt a számunkra, hogy rögtön mellé álltak, és rögtön jóváhagyólag közreműködtek ebben az egész, ennek az egész ötletnek a megvalósításában. Az volt a célunk, hogy egyrészt Téni bácsi neve minden évben legalább egy alkalommal újból reflektorfénybe kerüljön, hiszen ő azért, valljuk meg őszintén, nagyon kevés káni nagydíjasunk van, és ő ugyebár ezek egyike, színészi alakításért nyerte, ugye a Pacsirta című filmben nyújtott alakításáért, meg egyébként is van miért büszkének lenni rá, hiszen a Magyar Színjátszás egyik legnagyobb formátumú alakja volt, és ezt a págeri eszköztelen színjátszást, amit ő hát olyan mesteri fokon tudott megmutatni, akár filmben, akár a színpadon, ami tényleg lenyűgöző volt, azonnal azzá a személyé vált, akinek a szerepébe bújnia kellett, és annyira sallangmentes volt minden alakítása, hogy én úgy gondolom, hogy ezt muszáj volt örökséggé tenni. És ez a színészdíj arra szolgált, mint ötletgazdák szándéka szerint, hogy ezt a fajta színjátszást egy kicsit erősítse a mai kortárs színjátszásban, és legyen egy élő kapocs éppen pont a magyar kortárs színjátszás felé, tehát legyen mindig egy olyan ember, akire azt mondjuk, hogy ő a págeri színjátszás örököse tulajdonképpen, ugyanannak a szemléletnek a megvalósítója. Ez a 15 év azért elegendő volt arra, hogy igen, nívós díján nőtte ki magát. Minek köszönhető ez? Ugye ezért ott a kuratórium tagjai között mindenki számára ismert és elismert színészek, színi kritikus, ugye Réz András személyében ül, és minden évben ugye ők jelen vannak ezen a bizonyos díjkiosztón. Én azt gondolom, hogy nagyon optimálisra sikerült a kuratórium személyi összetételét megválasztani. Nagyon ragaszkodtunk hozzá, hogy a szülővárost képviselje valaki, kiváló személy erre Szalma Tamás, aki ugye is szintén színész. Tehát ezt az örökséget mindenképpen tovább viszi. Nagyon akartuk, hogy a filmszakma megjelenjen, hiszen Páger Antal több mint 200 filmben szerepelt. Kiváló ötlet volt Réz András személye, és nagyon örültünk annak, hogy ő ezt elvállalta, és felvállalta ebben a kuratóriumban a munkálkodást. Nagyon nyilvánvaló volt, hogy a Víg Színházat be kell vonni ebbe a dologba, hiszen Téni bácsi élete jelentős részét ennek a színháznak a tagjaként élte meg, és a színházi sikereit innen származnak. Úgyhogy nagyon örültünk Hegedűsdi Géza és Tordi Géza, kezdetben Tordi Géza tagságának, akit később Kutvölgyi Erzsébet, aki szintén ugye a Víg Színház színésze váltott fel. Ez már így azt gondoltuk, hogy szakmai szempontból kellő súly a Páger díj minősége mellett, és hát nyilvánvaló volt, hogy a család egyik tagjának is részt kell ebben vállalnia, mert olyan ember nem kaphatja Páger Antal színészdíját, akire esetleg a család nemet mondana. Tehát egyértelmű volt, hogy ennek így kell összeállni, és én rendkívül boldog vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy a Páger díj ötletgazdái, akik között ott volt Franyó Róbert, a Pást, a Páger Antal stúdió egykori vezetője, sajnos Robi már nincs közöttünk azóta, Karsai Ildikó, akinek az ötlete, a gyűrű, ugye megfogalmazódott, Sipos Jenő, aki az Árkádia Parkszínpad akkori ügyvezetőjeként, hát nagyon komoly motorja volt ennek a kezdeményezésnek, a Városi Televízió csapata az első pillanattól kezdve mellé állt, a Hagymaház vezetése, tehát úgy gondolom, hogy egy olyan kis grémium alakult ki, akik komolyan vették ezt, és nagyjából egészéből ez volt a szándékuk 15 évvel ezelőtt, hogy valami ilyen díj legyen, amire odafigyel a szakma, odafigyel a színjátszás, egyszer reflektorfénybe kerül Makó egy évben, egészen biztosan. Igen, hiszen ez egy országos hír. Így van, hír. Így van. Ilyenkor így van. Minden tévécsatornán megjelenik, és hogy átadták Makón a Páger díjat. Ami a legfontosabb, hogy Téni bácsi neve mindig elhangzik, és én azt gondolom, hogy az ő öröksége ezt mindenképpen indokoltá teszi.
Most így 15 év után te is jelen leszel a színpadon, hiszen a város vezetése felkért, úgyhogy lesz egy pici változtatás az eddigiekhez képest. Réz Andrással együtt és közösen egy ilyen kis csevegést fogtok produkálni, ugye, mert hogy már tudjuk az idei díjazottat Csulya Imre személyében. Hát azt gondolom, hogy a Págari eszköztelen színjátszás tökéletes megvalósítója Csulya Imre kiváló színész rendkívüli adottságokkal, és... Én rendkívül büszke vagyok, és nagyon meg is vagyok illetődve egyébként ettől a felkéréstől. El is döntöttem magamban, hogy szisztematikusan készülni fogok mostantól erre a beszélgetésre, hiszen szeretnénk minél több mindent megtudni a díjazottról, és hát Réz András mellett partnerként megjelenni egy ilyen beszélgetésben, hát azt gondolom, hogy a legavatottabb műsorvezetőnek is feladja a leckét, meg kommunikációs szakembernek helytállni. Ott leszünk mi is olyannyira, hogy ugye ingyenes a belépő, de a városi televíziók történetében eddig még a Págerdíj kiosztót élőben nem közvetítették, mi viszont fogjuk. Úgyhogy mindenki, aki nem jut be a terembe, a Hagymaházba, részese lehet majd ennek a beszélgetésnek és a díjkiosztónak. Még jobban izgultatok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor február 7 vasárnap. Délután 3 óra. Igen, mindenkit nagy szeretettel várunk. Utoljára elmondom a ma esti játékkérdésünket, ami természetesen a Págerdíjhoz tartozik. Egyetlen egy olyan nevet mondjanak, akit már díjaztak az elmúlt 15 évben. 0630 447 1464 ez az SMS írószámunk, és tudják, mostantól már Facebook oldalunkon is játszhatnak velünk, úgyhogy oda is írjanak nekünk legalább akkor egy nevet. Én megköszönöm ma esti figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!